Több mint 2 millió magyar él a létminimum alatt. A magyar lakosság jövedelmeinek koncentrációja az elmúlt 10 év alatt a gazdasági növekedés ellenére nem változott. Többek között ez derül ki a GKI friss elemzéséből. A Híradónak nyilatkozó szociológus azt mondta, óriási szakadék tátong a társadalmi rétegek között. A kormány közölte, céljuk a szegénység csökkentése. Hiányzó cserepek a háztetőn, korhadó bejárati ajtók, kígyózó sorok az ételosztásnál. Magyarországon több mint 2 millió magyar állampolgár a létminimumot jelentő havi 101 000 forint alatti jövedelemből él, derül ki a GKI gazdaságkutató 2019-es éves elemzéséből. Hogy az elmúlt 10 év alatt hiába volt kiemelkedő a gazdasági növekedés, ahogy azt a kormány is rendszeresen kommunikálja. A jövedelmi különbségek mégsem változtak. 2019-ben is, épp úgy, mint 2010-ben a leggazdagabb 10% rendelkezett a lakosság összjövedelmének közel negyedével, a legfelső 30% az összjövedelem felével. A legalsó tizedbe tartozó háztartások a jövedelmek csupán 3%-át, az alsó 30%-ba tartozók pedig 14%-át birtokolták. A kutató szerint a valóságban a helyzet még rosszabb. A 2020-as Covid-válság miatt ezek a számok romlottak, továbbá ezekben a statisztikákban nem kerülnek be a leggyorsabban gazdagodó rétegek, a legsikeresebb vállalkozók, akik sokszor külföldön realizálnak profitot. A szociológus szerint ezzel az eredménnyel az unió harmadik harmadában vagyunk. Szerinte a legfelső és a legalsó társadalmi réteg jövedelem közötti különbség 7-8-szoros, de a távolodás köztük szinte visszafordíthatatlan. A leszakadóknak ez a leszakadása, a mindenféle összeadódó hátrányaik, ezek már olyan jelentősek, vagy olyan masszívak, hogy azért ez a távolság, mondjuk az átlagtól, vagy akkor fogalmazunk így a legjobb módúaktól, ez folyamatosan növekszik. Tartós élelmiszert fogunk vinni a családoknak. A Tündérpak Alapítvány 5 éve támogatja a rászoruló családokat, segíti a rossz anyagi körülmények között hátrányos helyzetben élőket. Az alapítvány elnöke híradónknak azt mondta, soha nem szállítottak annyi tartós élelmiszert, mint tavaly. 11 hét alatt 2400 főnek segítettek. Nagyon sokan komfort nélküli házakban élnek, ez a vidéki régióra jellemző inkább. Azt lehet tudni, hogy a vidéki városok között van olyan terület az országnak, ahol mondjuk többen, vagy többen kérnek segítséget? Mindenhonnan kérnek, most már járunk Borsodba, tehát az ország most Győr fele kell mennünk, mert most onnan jelentkeztek a családsegítők. A lesújtó adatokkal kapcsolatban a szaktárca híradónknak azt írta, a kormány célja a szegénység csökkentése, ezért 2014 óta élelmiszercsomagokkal és fogyasztási cikkekkel támogatják a szegényeket. Hozzátették, 2/3-ával csökkent a súlyos anyagi nélkülözésben élők aránya, 2010-hez képest pedig több mint 4 millió fővel csökkent azok száma, akiknek a váratlan kiadások jelentős nehézséget okoznak.